Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. 4,7 milliárd forint értékű beruházás zárult le, vagy ér véget hamarosan Bonyhádon. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, nem csak az oktatási, kulturális és sportéletet fejlesztették, de a gazdaság is megújult a térségben. Az új sportkomplexum az egyik olyan nagy volumenű fejlesztés Bonyhádon, aminek kivitelezését 2020-ban fejezték be. A több mint 1,5 milliárd forintos projekt részeként került felújításra a Bonyhád egyik ikonikus épülete is, a Percel Kúria, mely sportszállóként működik majd a jövőben. Bonyhád városban igazából a 2020-as esztendő a fejlesztések tekintetében azt jelentette, hogy a már megindult projekteket 2020-ban sikerült befejezni. Ez 4,7 milliárd forintos fejlesztést jelent. Akik itt élnek, azok láthatják, hogy folyamatosan újult, meg szépült meg a város az elmúlt években, és a 2020-as esztendő ebből a szempontból kiemelkedő volt, hiszen gyakorlatilag elkészült a sportpálya, illetve az ott lévő létesítmények. Egy teljesen megújult labdarúgó, majdnem azt mondanám, stadionról beszélhetünk, hiszen megújult a közösségi tér, új pályák épültek, öltözők, lelátók, büfével, úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor tényleg már használatba lehet venni a tavasszal, akkor reméljük azt, hogy ez mindenkinek nagyon fog tetszeni, és amellett, hogy jó meccseket láthatunk majd itt Bonyhádon, és eredményes lesz a bajnokság a számunkra, emellett pedig közösségi szinten is nagyon sokan tudják használni például az atlétikai pályát. Ugyanígy elkészült a Percel kastély is, amely kapcsolódott ehhez a beruházáshoz. Megújult, megszépült, új funkciókat fog kapni, és a park is fel lett újítva. Ezen kívül befejeződött a családi pihenőpark kivitelezése is, amit 74 millió forint állami támogatásból és 45 millió forint önerőből tudott megvalósítani a városi önkormányzat. Az új pihenőparkban egy modern játékokból álló játszótér, kültéri fitness eszközök, közösségi főzőhely vagy freestyle pálya is megtalálható. Az infrastruktúra is fejlődött ez évben, több útszakaszt is felújítottak a völgységi városban. Én azt hiszem, hogy aki elmegy Bonyhád mellett, az pedig arra figyel fel, nem jön be a városba, hogy az ipari parkunk is milyen ütemmel épül és gyarapodik. Újabb csarnokok készülnek el nem sokára, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem csak az oktatási, kulturális sport intézményeinket fejlesztettük, hanem mindig nagy figyelmet fordít a város most már jó 10-15 éve arra, hogy a gazdaságot életbe tartsa, és azt fejlessze, hiszen egy városnak a gazdaságban nem mint külső szemlődőként kell jelen lennie, hanem az önkormányzatnak is a gazdaság, helyi gazdaság irányítójának kell lennie. Potápi Árpád János elmondta, reméli, hogy a következő években is hasonló sikerrel pályázik majd a Völgység fővárosa, és ezt követően ő újabb eredményes fejlesztésekről számolhat be. Több gimnáziumban is online formában zajlanak a felvételi előkészítő órák a koronavírus járvány miatt. Január 23-án írják a 8., a 6., illetve a 4. osztályos általános iskolás diákok a központi felvételit a kihelyezett középiskolákban. Az intézmények vezetői egyöntetűen azt mondják, hogy nehéz helyzetben vannak a vizsgákra készülő gyerekek. De a felvételiket szervező gimnáziumoknak sem lesz könnyű a dolguk. Nekik meg kell majd felelniük a járványügyi előírásoknak, például egy teremben maximum csak 10 diák tartózkodhat egyszerre. Január 23-án szombaton írják a 8., 6., illetve 4. osztályos diákok a központi felvételit a kihelyezett középiskolákban. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban jelenléti oktatás formájában zajlanak a felvételi előkészítő órák, természetesen minden járványügyi előírás betartva. A vizsga napján közel 300 diák teszi próbára tudását az intézmény falai között. A több száz vizsgázó elhelyezése azonban nem fog nehézséget okozni, mondja Andorka Gábor, iskolaigazgató. A központi írásbeli felvételét, amit magyar nyelvből és matematikából írnak meg, az több mint 300-an fogják itt írni január 23-án szombaton. Természetesen vannak pótnapok is, mert egy-ketten jelezték már, hogy vírus
szokásos van a környezetükben, és akkor nem tudnak jönni, tehát február elejéig ezek le fognak zajlani. Hasonlóan, mint a tavaszi érettségvizsgai időszakban, tehát egy teremben maximum 10 tanuló lehet. Ezt azért sem érzem egyébként annyira aggályosnak, mert akik írják itt azon 4., 6. és 8. diákok, hát ők általános iskoláskorúak, tehát ők egyébként is járnak iskolába. Hát a következő évben is ugye egy 1+8-as osztályt indítunk, tehát egy 4. után egy 6-osztályos gimnáziumot, egy Arany János tehetséggondozó programot, és ezen kívül 3-4 osztályosat, tehát ezzel a 6 osztállyal indulunk. Minden iskolának jelentős kihívást jelentett a COVID-járvánnyal jött online oktatás, és ezzel együtt a szülőknek is gondot okoz a pálya és iskola választás, hiszen a személyes jelenlét nem volt lehetséges, és így az információszerzés is csak részlegesen sikerülhetett, mondta Ziegler Terész, a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmo szakképző iskolájának igazgatója. A Tolna megyei szakképzési centrum is mindent megtett annak az érdekében mégis, hogy minden lehetséges más módon informáljuk őket. Tehát a honlapokon, a Facebook oldalainkon, de ugyanakkor különböző virtuális programokon, nyílt napokon is segítettük a szülők és a tanulóknak a tájékoztatását. Igyekezzük a legoptimálisabb feltételt megbiztosítani minden tovább tanuló számára, hiszen a centrum intézményeimben felvételi vizsga nincs. Igyekszünk azon orientálódni, hogy a gyerekek a 7. év végén vagy a 8. fél évkor hogyan teljesítettek, hiszen ez egy összképet mutat a teljesítményükről, nem egy pillanatnyi állapotot, amikor izgulnak, és lehet nem úgy teljesíteni. Illetve azt gondolom, hogy a mai oktatási rendszerben minden tanulónak tudjuk biztosítani a továbbtanulást, aki megtisztel minket a bizalmával, az biztos vagyok benne, hogy felvételt fog nyerni a centrum intézményeibe. A Percelben a remények szerint 2 gimnáziumi osztály indul 4 ágazatban, és emellett 2 szakképzőiskolai osztályban is várják a tanulók jelentkezését. Azok az iskolák, azt gondolom, a legélénkebb iskolai életet élik, ahol vegyes a felhozatal, tehát nem szigorúan fiúk vagy lányok vannak, és ezt igyekszünk is a technikum és a szakképzőiskolai kínálatunkat biztosítani. Egyrészt ugye kínáljuk minden jól tanuló diák számára az 5 éves technikumi képzéseket. Itt ugye számos ágazatot meghirdettünk, az épületgépészet ágazatban az épületgépész technikust, a fa és bútoripari ágazatban a faipari technikust, aztán hagyományosan ugye mivel a Percel az egy közgazdasági iskola, tradicionálisan a gazdálkodás és menedzsmentben a pénzügyi számviteli ügyintézőt, a vállalkozási ügyviteli ügyintézőt hirdetjük. De mellette ugye az új feltörekvő szakmákat is kínáljunk az informatika és távközlésben, az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltetőt, a sportosabb diákoknak, akik ugye már az egészséges életmód felé köteleződnek el, fitness-wellness instruktor, sportedző, sportszervezőt, illetve kínálunk a szociális ágazatban is mondjuk, akik ez iránt érdeklődnek, kisgyermek nevelő, gondozó és nevelőképzést, szakirányú képzést is. Aztán ugye vannak azok a tanulók, akik lehet, hogy picit gyengében teljesítettek az általános iskolába, de ők is szeretnének egy kétkezi szakmát, egy versenyképes szakmát elsajátítani. Nekük is kínálunk számos olyan szakképesítést, ami azt gondolom nagyon jó piaci eséllyel bír a jelenlegi környezetben. Itt Tolna megyében a központi fűtés és gázhálózat rendszer szerelő, vagy az asztalos képzés nagyon keresett, jó vele az elhelyezkedési esély. Lányoknak kínáljuk a kereskedelmi értékesítőt, hiszen a vállalkozások működnek gőzerővel, és hát a szociális gondozó és ápozó képzés is azt gondolom nagy igényt biztosít a munka erőpiacon, tehát itt minden mennyiségben el tudnák fogadni a fiatal munkaerőt. A jelentkezéseket február 19-éig kell leadni, és véglegesíteni az intézmények sorrendjét is. Ez egy olyan mérföldkő, amit nem lehet elmulasztani, és illetve nagyon fontos, hogy a felvételi sorrendet mindenki úgy alakítsa ki, hogy ezen utána módosítani csak nagyon körülményesen lehet. Nem kell kétségbe esni, én azt gondolom, annak ellenére, hogy online rendszerben vagyunk, nagyon rugalmas a rendszer, megértően és emberbarátan közelítjük meg a témát, tehát hogyha valakinek valami nem jön össze, hiszen nem mindenki. Tehát a szülőknál is látjuk azt, hogy nehéz nekik ezt az új rendszert még megszokniuk, akkor telefonon, e-mailen, tehát nagyon sok fórumon meg tudnak keresni minket, és közvetlenül az oktatási hivatal is nyitott a segítségadásban. A vizsgákat 8 napon belül kijavítják, és a felvételizők megtekinthetik azokat. Az intézmények vezetői azt javasolják, hogy a diákok első helyen azt az iskolát jelöljék meg, ahova a legszívesebben mennének, akkor is, ha előreláthatólag nem lesz elég pontszám a felvételhez. 2019-ben korszerűsítették Bonyhád teljes közvilágítását.
Kozma Anikó, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályának vezetője most arra hívja fel a figyelmet, hogyha problémát észlelünk, hol és miként tudjuk bejelenteni, hogy minél előbb megszűnjön a hiba. Így néznek ki az új lámpatestek Bonyhádon. Ezeket 2019-ben szereltette fel az önkormányzat, korszerűsítve ezzel a város teljes közvilágítását. Korszerű ledes lámpatestek kerültek felhelyezésre, és a kivitelezett cég vállalta azt is, hogy 100 új lámpatestet is felszerel a városba. Ennek felmérésére megkerestük a lakosságot, javaslatok is érkeztek be, ennek eredményeképpen 2020-ban 105 darab új lámpatest került felhelyezésre. Olyan helyekre, ahol meglévő közvilágítási hálózat és oszlopok már rendelkezésre álltak. Ez lehetett olyan is, hogy lámpatest sűrítés, mert volt olyan utca, csak minden második oszlopon volt lámpatest, de volt olyan is, ahol nem volt közvilágítás, és hálózat viszont ki volt építve, így lehetett bővíteni a hálózatot. Kevesebbet fogyasztanak ezek a lámpatestek, valamint a fényerő is megfelelő. Készültek fényerő mérések korszerűsítés előtt is és után is, és a mérések is azt bizonyítják, hogy egy minőségi javulás következett be a város közvilágításában. Hibák azonban mindig, mindenhol előfordulhatnak. Ez esetben hiba bejelentéssel élhetnek a lakosok. Meg lehet tenni telefonon, illetve meg lehet tenni interneten is egy weblapon keresztül. A telefonos bejelentéseket meg lehet tenni a polgármesteri hivatal központi telefonszámán, az 500-200-as telefonszámon. Műszaki osztályunk bármely munkatársa fölveszi a hibát. Ilyenkor azt kérjük, hogy az utca és házszámot adják meg, illetve azt, hogy egy lámpatest nem ég, vagy pedig több lámpatest nem világít, illetve egész utca nem világít. Ilyen esetben vizsgálja a karbantartó cég azt, hogy egyedi cserére van-e szükség egy lámpatest cseréjére, vagy pedig, hogyha több nem világít, akkor valószínű, hogy vonalhiba van, a hálózatban lehet a hiba. A bejelentéseket meg lehet tenni nem csak a Városháza telefonszámára, hanem a Fűtőmű Kft.-nek is a telefonszámára, az 550-440-es telefonszámára. Továbbá létezik egy közvilágítási hiba bejelentő oldal, a közvilhiba.hu, ahol egy internetes felület jelenik meg, ahol a lakosságból bárki bejelentheti a hibát, kéri az utcát, a házszámot, a hiba jellegét bejelenteni. Ez esetben egy e-mailes visszajelzést küld a rendszer a hiba bejelentéséről és a várható javítás idejéről. És ez egy olyan rendszer, ahol én is nyomon tudom követni az összes hiba bejelentést. Mi is erre a rendszerre visszük fel a telefonon beérkezett hiba bejelentéseket. Nyomon tudom követni azt, hogy javításra került a hiba, mikor javították, mi volt a probléma, illetve hogy csak lámpatest hiba volt, vagy pedig esetleg vonalhiba történt. A hibák javításánál prioritási sorrendet állít fel a karbantartó. Első körben a gyalogátkelő helyeknél, valamint a nagyforgalmú utaknál meghibásodott lámpatesteket javítják. A hiba bejelentést követő 8, de legfeljebb 14 napon belül megszüntetik a problémát. Új szolgáltatás indult Bonyhádon január 11-én. 7 darab 240 literes gyűjtőedényt helyeztek ki a település különböző pontjaira, amiben a használt sütőolajat tehetik a lakosok. A kezdeményezés elnyerte a lakosság tetszését, ugyanis már a második nap tele volt az egyik tároló. Mostantól így kell gyűjteni a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat Bonyhádon. 2021. január 11-én ugyanis Bonyhád város önkormányzata 7 darab 240 literes tartályt helyezett ki a város különböző pontjaira, így a környezettudatos embereknek nem kell többet a hulladékudvarba vagy a benzinkútra vinniük a fáradt olajat. A számos háztartásban ugye problémát jelent, hogy mit is kezdjünk a használt sütőolajjal. Sokan a lefolyóba öntik, vagy egyszerűen kidobják a kommunális hulladék közé. Most, hogy egy kicsit közelebb vigyük a családokhoz úgymond a gyűjtőpontokat, helyeztünk ki 240 literes műanyag kukákat, ami tartható, és ezekbe úgymond cseppmentesen kell gyűjteni a használt sütőolajat. A gyűjtés menete nagyon egyszerű. Otthon a kihűlt használt sütőolajat vissza kell tölteni az eredeti flakonjába, egy műanyag palackba, vagy akár egy befőttes üvegbe, és azzal együtt kell belehelyezni ezekbe a gyűjtő edényzetekbe.
És ha megtelik, akkor ugye az önkormányzat szól a szolgáltatónak, és ő elszállítja ezeket a mennyiségeket. Úgy tűnik, hogy a lakosságnak tetszik, ugyanis az egyik ilyen gyűjtőedényzet már háromnegyedig van, és két másik meg már negyedig. Hét ilyen gyűjtőpontot alakítottunk ki különböző városrészekben. A tűzoltóságnál, a mentőállomásnál, a Fáji lakótelepen lévő élelmiszerboltnál, a Gyár utcai üveggyűjtőpont mellett, Szecska városrészben az evangélikus temetőnél, Bonyhád Majoson az élelmiszerbolt előtt, valamint a Bonyhád Börzsönyi pubnál találhatók ezek a tárolók. A szerződéskötés előtt a szolgáltató cég tájékoztatta az önkormányzatot a gyűjtés menetéről is. Ők azt javasolták, hogy elkerített helyre helyezzük el ezeket az edényzeteket, mi azonban úgy gondoltuk, hogy ha közterületre helyezzük ki, közelebb a családokhoz, és a könnyen elérhetőbbé válik, ezáltal talán a gyűjtési kedv, a szelektív hulladékgyűjtési kedv is megnövelhető. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ebbe csak és kizárólag műanyag, illetve befőttes üvegbe, lezárt edényzetbe helyezzék el a sütőolajat, és kommunális és egyéb hulladékot ebben ne helyezzenek el. És hogy mit várnak ettől a fejlesztéstől? Hogy a lakosság nem a lefolyóba, illetve a hulladékgyűjtőbe fogja elhelyezni ezeket az olajakat, ugyanis ugye, ha lefolyóba öntjük, akkor az egy idő után, ahogy kihűl, lerakódik a csatorna falára, ugye dugulást okozva ezzel. Ha a szemétbe dobjuk ki, vagy kiöntjük, kifolyik, akkor ugye a hulladék lerakóba kerül, ami szintén nagyon nehezen bomlik le. És azt várjuk, hogy minél többen gyűjtsék. Az összegyűjtött fáradt olajat 100%-ban újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle. Kaiser Mária arra kéri a lakosságot, ha bármilyen gondot tapasztalnak a gyűjtővel kapcsolatban, jelezzék az önkormányzatnak vagy neki. A völgységi focit képviselő mindkét patinás csapat, a Bonyhád VLC és a Majos Szekere kátyúba ragadt az új bajnokság őszi idényében. Az NB3-as kalandot bevállaló Majos 17 vereséggel tartósan kibérelte az utolsó helyet a csoportjában. A Bonyhád VLC is élt már meg ennél szebb napokat is, ugyanis a megyei élcsapat olyannyira rapszodikusan szerepelt a megyei első osztályú bajnokságban az őszi idény felfüggesztéséig, hogy leszorult a tavaly előtti bajnokcsapat a dobogóról. A kívülállók a 17 vereséggel és mindössze 4 döntetlennel bíró tök utolsó NB3-as kiscsapatot, a Majost sajnálják, mi több lesajnálják a kudarcos NB3-as kaland miatt. Nincs pánik a csapat házatáján ennek ellenére sem. A biztos bentmaradást jelentő 14-15. Helytől persze momentán fényévnyi messzeségbe kerültek, Pianyvár László biztos abban, hogy nem 3 vagy 4 pontot, hanem ennek többszörösét szerezheti a most télen minőségi játékosokkal erősödhető csapata. Én magamra vállalom az én hibámat abban a tekintetben, hogy nem hittem azoknak a szakembereknek, illetve az NB3-ban megfordult játékosoknak, akik óva intettek attól, hogy könnyedén vegyük ezt az egészet. Sajnos bebizonyosodott, hogy lényegesen nagyobb a szakadék a megyeosztály és az NB3 között. Szegény embert még az ág is húzza, párját ritkító sérülés hullám söpört végig kétségtelen a kis Majoson. Sokszor a 20-as keret fele a maródiak listájára került, és ifikkel töltötték fel a csapatot. 24-25 fős kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, ezzel szemben 4-5 olyan mérkőzésre is elutaztunk, ahol 11-12-en utaztunk, hiszen a sérülések tizedeltek bennünket. Nem jó érzés, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy jó érzés, hogy 21-ből 18-szor elvernek és lógóra jövünk haza. Természetesen ilyenkor sokkal nehezebb a hangulatban az öltöző jó hangulatot teremteni, hisz ahol siker van, ott van jó légkör. Játékosok és a vezetés is felettébb kíváncsi arra, hogy egy komplett sérülések nélküli minimum 3 minőségi focistával kibővült Majos mire megy majd a tavasz idényben. A csapat megerősítése egyébként jó úton halad, így például már az első újévi edzésen is jelen volt 2 az osztrák tartományi ligából érkező magyar focista. Szeretnénk olyan játékosokat hozni, akik kész játékosok, akik a tapasztalatukkal vagy a rutinjukkal tudják segíteni a csapatunkat, és hát nagyon bízom benne, hogy egy sikeresebb, hát biztos, hogy sikeresebb, hogy mennyire sikeresebb tavasz vár ránk, de minden meg fogunk ennek érdekébe tenni. A klub elnöke amondó, ha mégsem sikerülne bentmaradni, de a fejlődés mindenképpen tetten érhető, az a majosi foci hasznára lesz. A megyei élcsapatnak számító Bonyhád VLC az ősszel visszaesett játékban is eredményességben, a vezetés Külő Roland korábbi sikeredző távozása után új edzőt szerződtetett.
mégpedig Szekszárdról. Dienes Pál a rendszerváltozás utáni időszak egyik legsikeresebb Tolna megyei trénere vett át a csapatot, aki a megyeszékhelyen az NB3-as bajnokságban és a Magyar Kupában maradandót alkotott veretlenségi sorozatok felállításával, korábban a Magyar Kupában történő menetelésekkel. Én úgy gondolom, hogyha a téli időszakban tudnak igazolni 3-4-5 játékost, akkor komoly szansz van arra, hogy bent maradjon a csapat, egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. Bonyhádon nem is lehet más a cél, mindig a soron következő mérkőzést meg kell nyerni, és szeretnénk olyan csapatot formálni, amely közönségcsalogató, sok gólt hoz, és lehetőleg a gólok száma úgy alakuljon, hogy a mi csapatunk nyerjen. Hát ehhez mindjárt az őszi utolsó meccsünk rangadó is volt a Gerjennel szembe. Hát az a része sikerült, hogy sok gólt hozzon, hiszen 3-2-re kaptunk ki. Hát az előjelen szeretnénk változtatni. Természetesen a már rátermettségüket bizonyító olyan fiatal saját nevelésű játékosoknak, mint Agics, Hambuk vagy Kaufmann igyekszik még több játék lehetőséget biztosítva meggyorsítani a fejlődésüket, beillesztve őket a csapat szerkezetbe. Persze a versenyhelyzet megteremtése miatt szívesen fogadna már most télen egy-két új játékos Dienes Pál. Én úgy gondolom, hogy igazán a nyári időszak lesz az, amikor ki lehet alakítani olyan csapatot, amellyel biztosan meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Persze pont hátrány ide vagy oda, nehézségek amoda, a klubvezető és a csapat szurkolói úgy vélekednek, ennek a Bonyhádnak a bajnokság végére fel kell tudnia kapaszkodni a dobogóra, miközben már előre a következő bajnokságra tekintenek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!